Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket itt a templomban és otthon, a képernyők előtt, április utolsó vasárnapján Isten hozott bennünket. A napi igéből olvasok még köszöntő igét. Teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Szeretettel hirdetem azt, és lehet, hogy észre is vettük már, hogy a honlapon, ha megnyitjuk az élő közvetítéseket, akkor alatta fel van téve mindkét énekes könyvünk, a barna és a gyülekezeti fekete énekes könyv is, amit tudunk lapozni, és így most is ki tudjuk keresni a 727. éneket, a barna énekes könyvből, azt énekeljük először a második versével. Tovább Isten dicséretét, ahogy a kezdő ige is szólított bennünket, a 394. éneket keressük ki gyülekezeti énekeskönyvből. 394. éneknek énekeljük az első három versét. Tér magadhoz, drága Sion! Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Aki ezt mondja, amit én megmondtam, meg is teszem. Legyen ez így ma is. Isten a következő igéket helyezi a szívünkre, ez megírva található Ezékiel könyvének a 33. részében, Ezékiel könyve 33. részének az első 11 versében. Ezt a kijelölt igeszakaszt a helyünket elfoglalva és nyitott szívvel Istenre figyelve hallgassuk végig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népét, akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. Ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, ilyen őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod. És te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented az életedet. Te pedig emberfia, mondd meg Izrael házának. Ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk, hogyan maradhatnánk életben? Ezt mondd nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Isten tegye áldottá ezeket az igéket, hogy a megtérés gyümölcseit teremhesse mi bennünk, hogy ez így lehessen, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a Te igédért. Hálát adunk a Te igédért, amiről tudjuk és valljuk, hogy az igazság. És Urunk, Te látod azt, hogy az életünk mely pontján válik ez a felolvasott ige, az ige hirdetés, amit most hallani fogunk, az énekek, amiket énekeltünk, igazsággá az életünkben. És Urunk, olyan jó, hogy ez az igazság leírja azt a valóságot, amiben vagyunk, amiben élünk. És köszönjük neked azt, hogy te most ezzel akarsz bennünket szembesíteni szeretetből. Ez olyan jó volt olvasni, és olyan jó újra és újra meggyőződni erről, hogy te a mai napon is ezen keresztül, az Isten tiszteleten keresztül is azt fejezed ki, hogy neked az a vágyad, az a célod, hogy az ember, a bűnös ember megtérjen és éljen. Urunk, kérünk téged azért, hogy itt a templomban, de az otthonaink templomában, ahogyan hallgatjuk a te igédet, a te lelked hadd végezze el bennünk, hogy igenis elfogadjuk a te szavadat, és megtérünk,
azért, hogy élhessünk igazán. Urunk, kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk, segíts abban, hogy minden zavaró körülmény, tényező most egy kicsit kiszorulhasson az életterünkből, és ha tudjunk egyenesen és teljesen rád figyelni, és arra, amit te üzenni szeretnél ma nekünk. Urunk, kérünk téged, hogy légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igéjének a hallgatására az 512. dicséret második versének éneklésével. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsolat. Testvéreim, Júdás levelét kezdtük el tanulmányozni az elmúlt hetekben, hónapokban, több alkalommal is már foglalkoztunk vele. Most hallgassuk meg fennállva Júdás levelének a következő szakaszát, a 8., 9. és 10. verseket. Júdás levele 8., 9. és 10. versében így szól hozzánk Istenünk igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, mikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes holttestéért, hanem ezt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolják azt, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, az elmúlt egy-két hónapban elég gyakran hallhattunk egy olyan ténymegállapítást, amire azt is mondhatnánk, hogy nem kell hozzá különösebb megfigyelő képesség, hogy valaki kimondja, és mégis nagyon gyakran hangzik el. Talán éppen azért, mert annyira hihetetlen, hogy újra és újra ki kell mondani. Azt, hogy pár hét alatt radikálisan, korábban elképzelhetetlen mértékben megváltozott az a világ, amelyben élünk. Tényleg nem kell hozzá különösebb megfigyelő képesség vagy ész, hogy ezt megállapítsuk, és mégis újra és újra megrökönyödve mondjuk ki, hogy megváltozott a világ egész rövid idő alatt. Tartózkodunk attól, ami korábban megszokott és természetes volt a mi számunkra, miközben olyan szokásokat alakítottunk ki, amelyek, ha fél évvel ezelőtt szembesültünk volna velük, azt váltották volna ki belőlünk, hogy mániákusnak neveztük volna önmagunkat,
azt gondoltuk volna, hogy teljesen értelmetlen, aki ilyeneket csinál. Mintha másik bolygóra költöztünk volna néhány héttel ezelőtthöz képest. Különös képe lett én nekem ez, Isten megújító, Isten megszentelő kegyelmének, szeretetének, munkájának. Az evangélium is ilyen radikális változásról beszél, ilyen radikális változásra hív bennünket. Végleg szakítani azzal, ami korábban mindennapos volt a mi számunkra, de a Szentlélek bűnnek mutatta meg, és elköteleződni amellett, amit egykor talán hibbant emberek hógortyának hittünk volna, de a Szentírás fényében kiderült, hogy ez az Isten jó és tökéletes akarata. Radikális változás. Egyre több okos ember vitatkozik arról, abban a reménységben, hogy hamar véget ér ez a szakasza az életünknek, hogy ezek a külső változások meddig fognak tartani. Hogy megmaradnak, hogy tartósak lesznek, vagy pedig amikor véget ér a mostani vészhelyzet, akkor visszatér a régi világ. Mi, akik Jézus Krisztus megváltottai, megszenteltjei, tanítványai, Isten gyermekei vagyunk, ha ilyen gondolatokat hallunk, akkor adjunk hálát azért, hogy lelki téren nincsen lehetőségünk visszafordulni, hogy nincsen visszaút a bűn világába, ezt világossá teszi a Szentírás, hogy az az út, amelyen Isten elindított minket, az az új világrend, amelybe belehelyezett minket, amikor hitre eljuttatott, elvezetett minket, az az út, az nem járható többé, az a világrend már nem a mi világunk, nem térhetünk vissza oda ezek után. Isten igéje nem hagy ebben a kérdésben kétséget a mi számunkra. Világossá teszi, hogy van egy világrend, ami véget ért, és valami egészen más az, amiben benne élünk. Ahogyan Pál apostol a korintusiaknak írja olyan egyértelműen, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Az, ami régen volt, az érvényét veszítette. Új teremtés az, amelyben élünk. Másik világ az, amelybe Isten belehelyezett bennünket. Júdás levele is erre emlékeztet, és erre figyelmeztet bennünket visszatérően. És ahogy most tovább megyünk, azt láthatjuk, hogy bűnöket sorol föl Júdás apostol, bűnöket sorol fel, amelyeket egyesek beloptak Isten népébe, Isten országába, olyanok, akik belopóztak és magukkal hozták a bűneiket közénk, és azt mondja nagyon világosan Júdás apostol, hogy ezek egy másik világ rendjét, vagy így is mondhatnánk, egy másik világ rendetlenségét jellemzik. Közöttetek nincs helye mindennek. A változásnak egy fontos területéről beszél a mai szakaszunk, amit szintén illusztrálhatunk azzal, ahogyan most külsőleg megváltozott az a világ, amelyben élünk. Ez a különös változás, amelyet megtapasztaltunk, szinte magyarázatot ad arra, vagy világossá teszi számunkra, hogy miről akar beszélni Júdás apostol. Hiszen néhány hónapja szinte még minden egyes nap hallhattunk egy csábító reklámszöveget, ne hagyd ki álmaid utazását. Ne hagyd ki álmaid utazását. Aztán számos ilyen álomutazás meghiúsult, semmivé lett, és egy másik felszólítás az, amellyel nap mint nap szembesítenek bennünket, maradj a helyeden, maradj otthon. Két mondat, valósítsd meg álmaid utazását, vagy maradj otthon. Érezzük, hogy a kettő egyszerre nem történhet meg. Két világ, két ellentétes értékeket valló világ az, amelyet ez a két mondat leír. Valósítsd meg álmaid utazását, vagy maradj otthon.
Ilyen a távolság, amely elválasztja Jézus Krisztus egyházát, az Úr Jézusban hívőket, attól a három jellegzetes bűntől, amelyeket Júdás apostol felsorol a mai szakaszunkban, amelyeket egyesek meg akarnak honosítani ott, ahol nincsen helyük, meg akarnak honosítani Isten népének a körében. Valósítsd meg álmaid utazását, mondják azok, akik nem Isten szerint gondolkoznak. Júdás így utal rájuk, mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. A Szentírás ezzel szemben figyelmeztet bennünket, maradj a helyeden, maradj ott otthon, ahova Isten téged elhelyezett. Ne engedd, hogy az álmaid vagy mások álmai félre vezessenek tégedet. Ne engedd, hogy magaddal ragadjanak az álmaid. Három bűnről beszél, közös bennük, hogy álmokra épülnek fel. Álmokra épülnek fel, nem Isten rendjének az ismeretére. Nem véletlen az, hogy maga Júdás is álmodozóknak nevezi azokat, akik ezeket a bűnöket csábításként elénk adják. És valószínűleg kettős éle is volt ennek a jelzőnek, ennek a leírásnak, hogy álmodozók. Benne van ebben az, hogy ezek az emberek Isten akarata helyett a saját vágyaik, a saját elképzeléseik, a saját fantáziáik, a saját álmaik hívását követték. Arra mentek, amerre az álmaik vezették őket. De a Biblia magyarázók szerint még több is benne van ebben, hogy álmodozókról szól Júdás apostol. Feltehetőleg ők olyanok lettek, akik a saját álmaikat azzal igazolták, hogy végső értéknek tüntették fel, végső érvként használták fel azokat. Az Úr álmot adott nekem, tehát ezt kell tennem, mondták ezek az emberek, akikre Júdás azt mondja, hogy az ítélet útján járnak. Annak az ítéletnek az útján, amelyről utoljára hallhattunk, amikor Júdás levelével foglalkoztunk. Fontos testvéreim, hogy józanok maradjunk. A Szentírás beszél arról, hogy Isten időnként álmok által vezette, és ma is vezetheti az övéit egyszer-egyszer álmaikat felhasználva. De ezek soha nem lehetnek ellentétessé azzal, amit ő a Szentírásban, az igéjében kijelentett a számunkra. Nem lehet minden más legyőző érv az, hogy ezt és ezt az álmot láttam, mert az álmaink csalókák, s bár Isten kezében eszközökké lehetnek, sokszor hamis utakra hívnak bennünket. Egyedül az lehet minden mást meghatározó érv, hogy Isten ezt mondta az ő igéjében. Ezt jelentette ki a mi számunkra, hogy mi az, ami feketén, fehéren benne van a Szentírásban. Minden más, ami talán a mi álmainkban ott van, de azzal ellentétes, az nem felülről való, s nem engedelmeskedhetünk azoknak. Legyünk nagyon óvatosak az álmodozókkal, testvéreim, mert ma is vannak olyanok, akik az álmaik útján vezetnek minket. Maradjunk a Biblia otthonos talaján, ennek világosságában vizsgáljuk meg az életünket, és ennek a világosságában vizsgáljuk meg az álmainkat is. Ennek a fényében lássuk azt a három bűnt is, amelyekről Júdás apostol beszél, az első kettőt rövidebben, a harmadikat, amelyet ő maga is részletesebben tárgyal, mi is valamivel bővebben nézzük meg. Az első, amit mond Júdás apostol, álomutazás, beszennyezik a testüket az álmodozók. Utazz el a tiltott szerelem csábító birodalmába, hangzik
a csábító reklámmondat. A Szentírás eredeti szövegéből ugyanis kiviláglik, a paráznaság sokféle kísértését leplezi itt le Júdás apostol. A paráznaság kísértéséről beszél. Mi Isten rendje? Isten rendje az, hogy maradj otthon. Maradj otthon. Milyen drága ajándéka a Teremtőnknek a szerelem. Akár a vágyakozás, az erotika, vagy akár a szerelmi együttlét. Milyen drága ajándék a Teremtőnknek, ha ott éljük meg, ahol annak helye van. Ha az áll a középpontjában, akit Istentől életre szóló szövetségesünknek kaptunk, felismertünk, s elköteleztük magunkat vele egymás mellett. De mennyi kárt okoz, amikor a szerelem álma távoli vidékekre von bennünket. Amikor ott keressük a kielégülést, ahol csak ártalmat, ahol csak nyomorúságot, ahol csak átkot fogunk találni. Ó, ez csak egy kis flört, mondják sokan. Ennyi még belefér. Kinek mi baja lesz belőle? Ártatlan évődés, és legfeljebb a gondolataink szintjén megyünk ennél tovább, jutunk ennél tovább, de azt meg kilátja. Testvérem, van, aki látja, és nem ártatlan évődés csupán. Hány család boldogságát, hány családnak az egységét tette rommá a kísértő, amikor valaki elindult ezen a csak egy kis flört, csak egy kis évődés, csak egy kis játék úton. Testvérem, ne engedd, hogy a szerelem álma más vidékre csábítson, mint ahol a helyed van. Eszembe jutott az a megrendítő bizonyságtétel, amit nem is olyan régen hallottam. Egy férfi mondta el, hogy azt gondolta, hogy ó, hát ez csak egy kis szórakozás, és elkezdett az interneten olyan képeket nézegetni, amelyeket valószínűleg, hogyha egy újságban szerepeltek volna, itt a gyülekezetben nem vett volna elő, mert érezte volna, hogy nincs a helyén. Elkezdett olyan videókat nézegetni, amelyekben emberek mesztelenségüket tárták föl, és mindenféle tisztátalan dolgot cselekedtek egymással. És aztán elmondta, hogy miközben azt gondolta, hogy nem lesz ennek semmi következménye, hiszen kinek árt vele, azok a fotók, azok a videók akkor is fönn vannak az interneten, fokozatosan döbbent arra rá, hogy kiüresedtek a kapcsolatai, hogy egyre inkább türelmetlenné, idegessé vált azokkal szemben, akik a környezetében voltak, hogy akihez a legjobban kellett volna vonzódnia, attól egyre inkább elfordult a házastársától, és Isten különös kegyelme volt, és testvéreim, vegyük komolyan, Isten különös kegyelme az, hogy kihozta őt ebből. Ne játszunk a bűnnel. Ne kívánkozzunk olyan területre, amelyek Isten akaratával ellentétesen vonzanak bennünket a kielégüléssel, és aztán valahova egészen máshová vezetnek. Maradj otthon. Az, amit Isten a szerelemben adott, a házastársaddal vigyen mélyebb, szorosabb, elkötelezettebb közösségbe. Aztán a második álomutazás nem is akárhova visz, a mennyekbe vezet. Álomutazás a mennybe. Azt olvastuk itt, akik megvetik Isten felségét, talán pontosabb volna úgy fordítani, akik az Úr tekintélyét megvetik, az ő uralmát, az ő uraságát megvetik. Milyen veszélyes, amikor azt mondjuk, az én helyem van a trónszéken, nem az Úré, nem Jézus Krisztusé. A Biblia, testvéreim, olyan következetesen tanít Isten országáról. Azt mondja, hogy Isten országának az államformája királyság. A Biblia eredeti nyelvén ez a szó szerepel, amikor Isten országáról olvasunk. Nem városállamról,
az ókori világ demokráciáiról van szó. Királyság, amelynek az államfője, az uralkodója Jézus Krisztus. Az ő akarata valósul meg Isten országában, az ő szabadító hatalma az, ami győzedelmeskedik, ami érvényesül, az ő rendje az, ami mindenkit irányít, aki az ő országához tartozik. Valósítsd meg álmaid utazását, vesd meg az ő uralmát, s te magad keresd, hogy hogyan ülhetnél a trónszékbe. Erről szól az a reklámszöveg, amely a kezdetektől fogva csábítja az embert. Légy a magad ura, tedd azt, amit te magad jónak látsz. Érvényesítsd a saját elképzeléseidet. A Szentírás szinte elejétől azt látjuk, hogy milyen katasztrofális következményei vannak annak, amikor valaki a mennybe vágyik, hogy eljusson, s ott ő legyen az Úr, amikor megveti Jézus Krisztus uralmát. Az ősbűn ez, testvéreim. Emlékszünk arra a mondatra, amit a kísértő a kezdet kezdetén az első emberpárnak mondott. Olyanok lesztek, mint Isten. Nézz körül, abban a világban, amelyben benne élünk. Hát valóban olyanná lettünk, mint Isten? Olyanokká lettünk? Meg tudjuk védeni magunkat, és meg tudjuk védeni a szeretteinket? Gondoskodni tudunk azokról, akikért felelősséget hordozunk? Testvérem, gondolj bele abba, hogy a mindenható Atya még a verebecskéről is gondoskodni tud, még a hajunk szálát is számon tartja, még arra is gondja van. És mi pedig? Az a szívszorító beszélgetés jutott eszembe, amit nem is olyan régen, már a járvány kezdete után egy édesanyával folytattam, aki rettegve gondolt arra, hogy hogyan tudná megoltalmazni, megóvni a gyermekeit, pedig tudjuk, hogy még nem is a gyermekek azok, akik igazán veszélyeztetettek most. Olyanok lettünk, mint Isten? Hát még a verebecskékre se tudunk gondot viselni, nemhogy önmagunkra. Van biztos fegyverünk a halállal szemben? Tudunk a magunk élete érdekében bármit is tenni? Azt mondja Júdás apostol, maradj otthon! Maradj otthon Jézus Krisztus uralma alatt! Maradj otthon, mert ő az élet ura, ő maga az élet! Milyen jó volt ünnepelnünk 2 héttel ezelőtt, hogy ő legyőzte az ősi kígyót, bűnt, halált, kint, poklot, szenvedés jaját, mindent, ami minket fenyeget. Ő valóban Úr, s ő valóban meg tudja adni mindazt, amire szükségünk van. Maradj a helyeden, maradj otthon. A 3. álomutazás elsőre idegenül hangozhat, talán még inkább kérdéseket vet föl bennünk, mint az eddigiek, bár azt gondolom, hogy az eddigiek is olyan idegennek tűnnek abban a 21. századi világban, amelyben benne élünk. Mit jelenthet ez, hogy káromolják a mennyei hatalmasságokat, vagy talán pontosabb volna így fordítani, káromolják a dicsőséges lényeket? Mi ez? Júdás egy szokatlan példával illusztrálja azt, hogy mi az, amitől óvni akar bennünket, s mi az, amire bátorítani akar minket Isten igéje fényében, arra a vitára utal, amely Mihály angyalfejedelem és a sátán között zajlott. A Bibliában egyedül itt találunk utalást erre a vitára. Egyedül itt láthatjuk, hogy a Szentírás szerzői is tudtak erről, de az Ószövetség további utalásaiból, meg a korabeli, Júdás korabeli kegyes irodalomból összerakhatjuk azt a képet, amiről beszél az apostol. Tudjuk a Szentírásból, hogy Mózes Isten népétől távol
a Nébó hegyén hunyt el, ott halt meg. S arra is utal a Szentírás, hogy az Úr maga temette őt el, mert nem volt senki Isten népéből, aki végtisztességet tehetett volna. A korabeli kegyes irodalom úgy tartotta, s Júdás erre utal, hogy Mihály angyal fejedelem, Mihály arkangyal, ahogyan itt olvassuk a bibliai szövegben, volt az, akit Isten megbízott ezzel, hogy elvégezze ezt. Csak hogy megjelent a másik angyal fejedelem, a bukott angyal fejedelem, a sátán, és perbe szállt Mihállyal. Azt mondta, Mózes bűnös ember volt, vétkes ember volt, gyilkolt, elszakadt Isten akaratától, volt pont, ahol hitében is megrendült, nincsen joga a végtisztességhez. Én nekem van jogom hozzá, mondta a sátán. És olyan különös, amire itt utal Júdás apostol, ugyanaz hangzik el, amikor egy másik angyal színe előtt Zakariás könyvében azt olvassuk, Jósua főpapot vádolta a sátán, ugyanaz a mondat, dorgáljon meg téged az Úr. Dorgáljon meg téged az Úr. Mihály nem mondott ítéletet a sátán felett. Az Úr ítéletét hirdette. Az Úr bírói ítéletét. Mert ő a bíró. Ő az, akinek igazságot kell tennie. Ő tegyen igazságot. Pontosan tudta Mihály, hogy ezt a modern kifejezést használjuk, hogy meddig terjed a mandátuma. Pontosan tudta, hogy meddig terjed a mandátuma. A sátán felett nem neki kell ítéletet hirdetnie. Nem kapaszkodott fel Isten bírói székébe. Nem kapaszkodott fel Isten trónjára. Mire tanít minket ez a történet? Mitől akar óvni bennünket Júdás apostol? Mire bátorít és mire nem? Először is állapítsuk meg, hogy mire nem tanít, ha csak Júdás levelének az összefüggésében, s a teljes Szentírás összefüggésében megvizsgáljuk. Bár ma sokan azt mondanák, hogy a mai korszellemnek megfelelően közömbösségre taníthat a világban jelenlevő bűnnel szemben. Nem arra tanít minket, hogy ha bűnt látunk, akkor mindössze Istené a felelősség, s mi nekünk nincsen semmi dolgunk vele. Nem arra akar bennünket tanítani, hogy mentsük föl magunkat az alól, amikor Isten felszínre hozza azt a bűnt, amely a környezetünkben rombolóan hat. Mi a feladatom, amikor látom a bűnnek a rombolását? Amikor látom azt, hogy akár a saját életemben, akár mások életében megjelenik a bűn, és megkötözi azt, amikor azt látom, hogy tönkretesz sokakat, éljek a mandátumommal mindenek előtt. Éljek a megbízatásommal. Idézzük föl azt, amit sokan a konfirmációra készülve megtanultunk, milyen mandátumot, milyen megbízatást kapott Jézus Krisztus minden tanítványa. Mi az, amivel ő megbízott bennünket? Tanultuk, hogy ő a főpap, s papi feladatot kaptunk mellette. S már is ott vagyunk, hogy nem maradhatunk közömbösek akkor, amikor bűnt látunk a világban, hiszen ennek a papi feladatnak része, hogy boruljunk le, és imádkozzunk azért, aki vétekben él. Később még vissza fog térni az ezzel kapcsolatos feladatainkra Júdás. Aztán arról is beszél a Szentírás, hogy Jézus Krisztus a legfőbb próféta, aki mellett profétai tisztséggel ajándékozott meg minket az Isten. És ahogyan hallottuk Ezékiel próféta könyvéből, hogy a profétai feladat őrállói feladat, hogy szólnunk kell, amikor látjuk azt, hogy ítélet fenyegeti a bűnben élő embert, ez a feladat Jézus Krisztusban mindannyiunk feladatává lett. Aki azt gondolja, hogy arról szól ez a történet, amit Mihályról és a sátáról felidéz
Júdás apostol, hogy mi nekünk nincsen közünk mások bűnéhez, hogy ne szóljunk ahhoz hozzá, aki erről szól, az magának Júdásnak a levelét sem értheti meg. Mert előtte is, utána is határozott és kemény szavakkal, számunkra talán megbotránkoztató képekkel írja le azokat, akik bűnben élnek, s bűnt hoznak Isten népének a tagjai közé. De tovább megy konfirmációi tanulmányaink alapján a mi református hitünk, s arról is beszél, hogy Jézus Krisztus a királyok királya, aki az ő királyi tisztségében is részesít bennünket. S megtanultuk, ha már konfirmálhattunk, hogy ez a királyi tisztség azt jelenti, hogy harcba szállunk a bűnnel. Harcba szállunk a bűnnel szemben. Nem valami hamis toleranciát tanít itt Júdás. Éles szavakkal beszél a bűnösök állapotáról, és határozottan mondja Isten népének, harcoljatok a hitért, harcoljatok az Isten népére szakadó, az Isten népét beborító bűn ellen, meg ne ronthassa az Istennel való és az egymással való közösségeteket. Akkor miről is van itt szó? Arról, hogy maradj a helyeden. Maradj a helyeden. A láthatatlan világ felett ítéletet mondani, ez nem a te dolgod. Nem a te feladatod, mondja Júdás. Hogy pontosan mi lehetett az, ami ezeket a bűnben élő és az Isten népébe bűnt belopó embereket csábította, ma már nem tudjuk megmondani. Talán az, amit az apostolok cselekedetei szerint Pál apostol Efezusban megtapasztalt, amikor egy Szkéva nevű zsidó pap fiai úgy gondolták, hogy uralkodhatnak a gonosz lelkek felett, s Jézus nevét, mint egy felhasználva, hogy véghez vigyék ezt, ki akarták űzni a démonokat. De testvéreim, bár adott Isten az ő népében megbízást, különösen az apostoloknak, arra, hogy üzzenek ki démonokat, de amikor valaki ezt nem Isten megbízása szerint teszi, nem Isten döntéséből cselekszik így, amikor valaki magát az apostolok helyére tolja, akkor annak kudarc és ítélet lesz a vége, mint ahogyan az apostolok cselekedetei 19. részében is olvashatjuk. Olvassuk is el majd Isten tisztelet után ezt a szakaszt. Hogyan szégyenülnek meg azok, akik a láthatatlan világ felett uralomra törnek. Hol a te helyed? Ezt a kérdést tegye föl most mi nekünk Júdás apostol nyomán az íge, az ige hirdetés. Hol a te helyed? Harcolj ott a bűnnel. Mindenekelőtt a saját életedben. Vizsgáld meg Isten ígéje fényében a saját szívedet. Aztán menj tovább a saját otthonodban, azok között, akiket ő rábízott. Ott nem mondhatod azt, hogy majd az Úr ítéletet fog tartani. Mennyire hasonló az, amit egykoron az Ószövetségben Éli főpap mondott, s mégis mennyire más, amikor a fiai gyalázatos módon megsértették papként azt, amit Isten rájuk bízott, amikor olyanokat tettek, amelyekkel gyalázatot hoztak az Istenre, és az ő népét elfordították az Urától, és amikor ezeknek a fiaknak a bűnére figyelmeztette Éli főpapot az Úr, akkor Éli azt mondta, miután hallotta az ítéletnek a szavát, ő az Úr, tegye, amit jónak lát. Hát nem ugyanez, amiről Éli beszél, amit itt Mihálytól hallunk, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Testvérem, egészen másról van szó. Mert Éli főpapra Isten rábízta az ő házának, az ő szent sátrának a dolgait, rábízta az ő népének az Isten tiszteletét, s rábízta az ő fiait. És nem mondhatta azt, hogy majd az Úr ítéletet tesz, mert rettenetes következményei voltak annak, amikor az az ítélet bekövetkezett. Hol a te helyed? Hogy az otthonodban helyet nyer-e a bűn? Hogy az otthonodban eluralkodhat-e a bűn?
ez a te felelősséged is, testvérem, hogy a gyülekezetedben, vagy hogy a felelősségedre bízott a körében, ha tanár vagy a gyermekek között, ha orvos vagy a rád bízott betegek között, ha munkahelyi beosztásodban alkalmazottaid vannak közöttük, eluralkodik a bűn. Testvérem, nem mondhatod azt, hogy majd az Úr egykor ítéletet tesz. Nem mondhatod azt, hogy az Úré az ítélet. Még akkor is, ha tudnod kell, hogy a végső ítéletet ő fogja gyakorolni. Ez a szakasz nem arról szól, testvérem, hogy az apa ne fegyelmezze gyermekét. Énekeltük, az Úr maga is azt bünteti, akit szeret, másként ő nem tehet, és tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél, amikor ezt a mondatot kimondja, arról szól, hogy az atya a gyermekét, ha szereti, fegyelmezni fogja. Ez az Isten rendje. Ez a mondat nem arról szól, hogy a bíró nem gyakorolhat ítéletet a lelepleződött bűnöző felett. Ez a mondat, ez a tanítás nem arról szól, hogy a munkahelyi vezető, ha azt látja, hogy az alkalmazotta nem végzi el a munkáját, akkor ne figyelmeztethetné, vagy ne szankcionálhatná ezt. Ez a mondat nem anarchiára buzdít bennünket, nem arra, hogy a törvényhozó nem hozhat törvényeket a társadalmat megrontó bűnökkel szemben. Ez a mondat arról szól, hogy tanuljuk meg, hol van a mi helyünk. Isten nem adott arra megbízást, testvérem, hogy a láthatatlan világ erőit hívd ki párbajra. Nem erre kaptál megbízást. Csak hogy amíg ezzel foglalatoskodnál, nem csak olyat teszel, ami nem feladatod, el fogod hanyagolni azt is, ami a feladatod. Elhanyagolod azt, amit Isten mandátumoddá tett. Maradj a helyeden, mondja a Szentírás. Maradj a helyeden, mert az álomutazás nem oda visz, ahova gondolnád, ahova képzelnéd. Nem oda visz, ahova ígérik neked az álmodozók. Ezzel hadd fejezzem be, ahogyan mai szakaszunk be is fejeződik, ezek káromolják azt, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Gyönyörökre válsz? Vagy talán arra, hogy Isten királyi székébe felkapaszkodhass? Vagy arra vágyakozol, hogy eldicsekedhessél, hogy a láthatatlan hatalmak felett hogyan vettél erőt? Vigyázz magadra, mert ez az álomutazás oda visz, hogy oktalan állatokhoz hasonlóan az ösztöneid rabszolgája leszel. Ahelyett, hogy Isten rendjét élnéd meg, ahelyett, hogy Isten gazdagságában gyönyörködhetnél, a végén az ösztöneid fognak uralkodni feletted. Pedig lehetnél te is hős. Lehetnél hős a dicsőséges uralkodó seregében, ha ott lennél a helyeden, ahova ő állított. Ha ott harcolnál, ahova ő rendelte az életedet. Sőt, testvérem, döbbenetes dicsőséget hirdet a Szentírás. Ha te nem arra törekszel, hogy mindenáron győzedelmeskedjél a gonosz felett, a gonosz erői felett, hanem arra törekszel, hogy a magad helyén az Isten akarata szerint éljél, cselekedjél, akkor akár a sátán feletti győzelemnek is részese lehetsz. Ahogyan János apostolnak megmutatta az Úr, legyőzték őt, a vádlót, a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Mert a sátán feletti győzelemnek is részesévé tesz, ha nem emberi mahinációk, nem álomutazások azok, amelyeket hajszolsz, hanem a bárány vérével, és bizonyságtételed igéjével teszed azt, amivel Isten megbízott. Ne engedj a csábításnak, ne az álomutazásra törekedjél. Maradj otthon, maradj a helyeden. Így legyél győztes a te uraddal, Jézus Krisztussal.
Amen. Ennyi édesatyánk, hálával köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük neked a te uralmadat, amiben bevontál bennünket, ahol a te dicsőséged világosságánál, fényénél, ragyogásánál, ami saját emberi helyünk, helyzetünk, feladatunk, küldetésünk, szerepünk a helyre kerül. Köszönjük neked, Urunk, hogy ahol te uralkodsz, ott mi áldást tapasztalunk. Ahol te vagy a trónon, ott mi tudunk úgy élni, hogy a te dicsőséged koronája különös módon még rajtunk is megjelenik. És ennek a fényénél, erejénél mi betölthetjük a mi emberi küldetésünket, téged visszatükrözve, téged képviselve, boldogan és szabadon. Bocsásd meg nekünk, amikor saját énünket, önző természetünket ültettük és ültetjük a trónra. Bocsásd meg, ami ebből olyan nyilvánvalóan következik, és mégis olyan nehezen tanulunk belőle. De áldunk téged, te napról napra megnyilvánuló kegyelmedért, lehet hozzád folyamodni, lehet téged kérni, lehet a te szabadításod örömében élni.
Kérjük, Urunk, hogy vezessél minket, és óvd meg azoktól a bűnöktől, amikről most is hallottunk. És kérjünk, hogy tölts be bennünket a te szent lelkeddel, hogy az az élet, amit élünk, az a te dicsőségedre legyen, és mindazok javára, valódi javára és hasznára, akik körülöttünk vannak. Kérünk, taníts bennünket téged szeretni, és egymást szeretni. Kérünk téged, hogy vezess bennünket azon az úton, amelyen célhoz ér az életünk. És kérünk téged, hogy igazíts helyre minket. Minden rossz álom, minden rossz gondolat, minden rossz csábítás nyomán szólj a te igéddel, állíts meg a te lelkeddel, világosíts meg minket, hogy ne tévedjünk el, hanem követhessünk téged szabadon és boldogan. Urunk, köszönjük, hogy most is eléd tárhatjuk háladásban a mi kéréseinket. Köszönjük megtartott életünket, szeretteinket. Köszönjük a szenvedések között is adott erőt, a kilátástalanságban a kilátást, a hitetlenségben a hitet, a békétlenség között a békességet, a szomorúság fölött az örömöt. Köszönjük, hogy be tudod tölteni javaddal és javaiddal az életünket. Kérjük, hogy tedd ezt meg velünk a hétköznapok világában, bezártságban, kétségek között, betegségben, elesettségben, reménytelenségben. És kérjük, Urunk, hogy mutasd meg nekünk újra és újra, hogy Úr vagy mindezek felett. És akik hozzád tartoznak, nincs kitől, mitől félniük. Hogy akik benned bíznak, azok szányra kelnek, és megújulnak. Áldj meg így bennünket megújuló hatalmaddal, szereteteddel, és öleld át a te népedet, és könyörülj meg ezen a világon. Édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Záró énekünket hirdetem, a 396. dicséretet énekeljük. A 396. dicséretet mind a három versével. Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Kezdődik a dicséret. Békességet kívánok mindenkinek otthonaiban, családi körében, munkájában, feladatában. Olyan ígét hozok most ide, amiben érintve lesz az álmunk, de másképpen, mint ahogyan most hallottuk az igében. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ennek bizonyossága töltse be a szívünket megelégedéssel, békességgel és reménységgel. Kívánom, hogy így legyen. Áldás békesség, én egy rövid verset hoztam most, a Fasori
Facebook csoportba is föltöltöttük Simon András grafikusnak a képeit és a hozzáfűzött gondolatait. Ő volt itt karácsonykor a családos napon közöttünk szolgálni, és olyan jó volt most újból látni, amit a karantén idejére föltettő, és abból hozok egyet. Most a képet nem tudom megmutatni, de ott meg lehet nézni. Küzdelmes az élet, és megsebződünk. Önzésünk tövise véresre karcol. De vigasztalót küld az Isten, s lelkével értünk maga harcol. Ennek bizonyosságát kívánom a hétre is. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Én is, mi is szeretettel köszöntjük a testvéreket, és én Jakab leveléből szeretnék olvasni az első fejezet 21.-22. versét, ami szorosan kapcsolódik az ige hirdetéshez. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Áldás, békesség! Mi is Isten áldását kívánjuk a testvérek számára, és most együtt olvasnánk a 118. Zsoltárból egy ige szakaszt. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Kívánjuk, hogy mindenki élje át ennek az örömét. Áldás, békesség! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvért. Én is mostanában a pont Ezékiel könyvét olvasom, és érdemes megnézni. Ez egy refrénként visszatér nagyon sok helyen, és ez annyira megerősíthet mindannyiunkat, azt gondolom, amikor Isten, amit elmondok, utána azt mondja, hogy amit én megmondtam, azt meg is teszem. És ez a mi örömünk, hogy amit ő megmondott, azt meg is tette, és az ő szava újra, és újra életet teremthet bennünk, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük mi is a mögöttem levő édes családdal a kedves testvéreket. Legyetek egymáshoz irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan a ti mennyei atyátok is megbocsátott nektek.